Az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulójához kapcsolódva háromnapos programot szervezett a Csokonai Könyvtár, melynek keretében a megjelentek együtt idézték fel a márciusi ifjak korának hangulatát. A program programsorozat résztvevői a reformkorhoz kapcsolódó könyveket olvashattak, de volt itt kódfejtőjáték, fotó és kézművessarok, sarok, valamint képkirakó is. Az utolsó napon pedig honfoglaló vetélkedőn vehettek részt a Karcagi Nagykúr Református Gimnázium tanulói. A részletekről Hangyási Tiborné könyvtárost kérdeztük. Szent Annai Református Gimnáziumnak a tanulói vannak. Jelen egy speciális honfoglaló játékra a témakör a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Két csapat versenyez egymással, és akkor a vármegyéket kell elfoglalniuk. És az nyer, aki több vármegyét foglal el. Hangyás Tiborni hozzátette: Nagyon fontos, hogy a fiatalabb korosztály tagjaihoz is közelebb hozzák a 48-as eseményeket, még ha így játékos formában is. Szerintem mindenképpen meg kell őrizni a tudatba és továbbvinni a fiatalok révén, és azért gondoltuk, hogy nem hagyományos formában, hogy így talán közelebb hozzuk hozzájuk ezeket az eseményeket. A rendezvény elérte célját. A programban résztvevő fiatalok nem csak jól érezték magukat, hanem megismerkedhettek a reformkorral és a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeivel is. Ezekkel megidézve a márciusi ifjak korának hangulatát.